Tisztelt hölgyek, urak, barátok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a 2016-os választási kampány lassan a végéhez, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb ellenségünk itt a kampányban a közömbösség. Épp ezért a kis filmmel arra szeretném megkérni önöket, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne legyünk közömbösek június 5-én a választásra kapcsolatosan. Mindenkit arra kérünk, hogy menjen el szavazni, és szavazzon az RMDSZ jelöltjeire. Miért is tartom fontosnak? Nekem személyesen nem lévén ellenfelem, de úgy is azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy polgármester hogyan tud tovább dolgozni. Szükség van ahhoz, hogy jó csapatmunkát tudjunk kialakítani egy jó csapatra. A csapatmunkát én úgy gondolom, hogy kezdve a polgármestertől, tanácstestület, megyei tanács, és természetesen majd később az országgyűlési képviseleten keresztül akkor tudunk hatékonyan dolgozni, hogyha ez a csapat teljesen egységes, közösen gondolkodik és egységesen küzd minden településért, többek között Detroitért is. Fontosnak tartom a csapatmunkát, kezdve a helyi tanácstól, a megyei tanácson át a parlamenti képviseletig egységes fejlesztési elképzelésekkel előttünk. Ezért van szükség a közösség igényének megfelelő térség és település fejlesztésre. A területfejlesztési elképzelések alulról építkezve kell, hogy kialakuljanak, és Detroit is tevékeny részese kell legyen a magasabb szintű regionális fejlesztési koncepciónak. Megfogalmazva a saját szükségleteinket, ezen projektorientáltan szeretnénk integrálni az országos és a területfejlesztési elképzelésekben. Elképzeléseink Detroitról a jövőre nézve, infrastrukturális és községfejlesztési téren nagyon fontos a víz és a csatornahálózat befejezése, járdák építése a főutak mentén, utcák javítása, mezei utak rendbetétele, községi utcáink aszfaltozása, tömbházak hőszigetelése, középületek felújítása és a polgármester hivatallal szemben lévő parkoló burkolása. Az elmúlt időszak talán egyik legnehezebb munkálata volt, és azt gondolom, hogy sikernek és sikertelenségnek is elkönyvelhetjük a Detroit csatorna és a vízhálózat építését. Detroitban összesen több mint 45 km utca van, és jelen pillanatban 40 km víz- és csatornahálózatunk van működőképes. Ezt szeretnénk az elkövetkező időkben kibővíteni és teljesen befejezni. Ugyanakkor fontos, hogy a főutak mentén járdát tudjunk építeni, és egy kicsit biztonságosabbá tudjuk tenni a gyalogos közlekedést. Ugyanis azt látjuk, hogy a főút rendbetételével és a két megyei út rendbetételével, amely a községünkön áthalad, nagyon megnőtt a forgalom, és fontos számunkra, hogy a gyalogos forgalmat tudjuk leszedni az útról. Ugyanakkor folytatnánk tovább a községi útjaink aszfaltozását. Egy olyan programmal folytatnánk, amelyet évekkel ezelőtt elindítottunk, és mivel a kormány leállította a programot, ezért azóta is stagnál, gyakorlatilag nem tudtunk konkrét lépéseket tenni, ez a tömbházak szigetelése. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy mind a 10 tömbháznak megvannak a tervek, és abban a pillanatban, amikor elindítják ezt a programot, akkor az elsőként le tudjuk tenni a pályázatot. Folytatnánk továbbá a középületeknek a felújítását, a polgármester hivatallal szemben lévő nagy parkolónak a burkolása. Továbbá jelen pillanatban is pályázatokat készítünk olyan céllal, hogy mezei útjainkat tudjuk felújítani. Jelen pillanatban is van olyan megnyert pályázatunk, amely az elkövetkező 1-1,5 évben több
mint 1,5 millió euró fog Ditróba érkezni pályázatok útján utak felújítására, épületek felújítására. Kultúra és sportéren támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a ditrói kultúra és sportéletet hivatott előre mozdítani. Megpályázunk minden olyan lehetőséget, amely a kultúra és a sport téren ki lesz írva. Jelen pillanatban is van egy nyertes pályázatunk, amely a ditrói kultúrotthon, ditrói művelődési ház teljes felszereltségét fogjuk kicserélni, bővíteni. Itt több mint 230 ezer eurót fogunk tudni költeni az elkövetkező rövid időn belül, ahhoz, hogy a kultúrházunk kívülről megvan újulva, belülről is megvan, és most az új pályázatból remélhetőleg sikerül lesz a felszereltségét teljesen kibővíteni. Turisztikai szempontból szeretnénk bekapcsolni Ditrót a turista forgalom vérkeringésébe. Itt már tettünk lépéseket olyan irányba, hogy felépítettük, megcsináltuk, felújítottuk a turisztikai információs irodát, létesítettünk turisztikai útvonalakot, de ez még mind nem elég. Tovább kell lépnünk mindahhoz, hogy Ditrót be tudjuk kapcsolni, és meg tudjuk mutatni minden olyan értékünket, turisztikai értékünket a nagyvilágban, amely itt a községben van. Azért, hogy gyerekeink megfelelő környezetben tanulhassanak, iskoláink további fejlesztése és bővítése a célunk. Itt elsősorban szeretném, hogyha fel tudnánk újítani a volt bentlakás épületét, és át tudnánk alakítani iskola épületévé, ugyanis van olyan iskola, amely jelen pillanatban Ditróban olyan épületben működik, amelyet bérelünk, és itt ki szeretnénk költözni belőle. Egészségügy terén prioritást élvez a házi beteg gondozás támogatása, a közösségi egészségügyi hálózat elindítása, az egészségház további működtetése. Mezőgazdaság. Talán Ditrónak az egyik olyan húzó ágazata, még akkor is, hogyha a földjeink nem a legtermékenyebbek, mint mondjuk a melegebb vidékeken, de akkor is azt mondom, Ditrónak egy nagyon húzó ágazata. Ezért szeretnénk megkönnyíteni minden olyan pályázási lehetőséget, amelyet a mezőgazdasági céllal tesznek le a lakók. Egyházi téren mindenképp nagyon fontos az egyházi épületek és az egyház támogatása és jó kapcsolattartás az egyházzal. A lakósággal való kapcsolattartásban fő célunk egy emberbarát hivattal működtetése, ahova a lakosság bizalommal fordulhat problémáival. Fontos a kétirányú kapcsolat fokozása, a rendszeres, tényszerű tájékoztatás. A civil szervezetekkel való együttműködés jó lehetőség, hogy tudatosítsuk a lakosság problémáit és elindítsuk a megoldás folyamatát. Támogatjuk az olyan rendszerek kialakítását, amelyek a fiatalokat arra ösztönzik, hogy járuljanak hozzá tudásukkal és tapasztalatukkal a ditrói életminőség növeléséhez. Támogatunk minden olyan törekvést, ami az itthonmaradást szolgálmazza. Az önkormányzatok között jó együttműködés kell legyen a fejlesztési régiókon belül, ezért jó kapcsolattartás kialakítására törekszünk a szomszéd település önkormányzataival. Állandó kapcsolatot szeretnénk a vállalkozói szférával, valamint támogatjuk a helyi vállalkozásokat az uniós és önkormányzati pályázatok elnyerésében, főleg munkahelyteremtés céllal. A helyi befektetések támogatása nagyon fontos a község gazdasági életében. A közpénzből finanszírozott munkálatok elvégzésekor lehetőséget kell adni és előnybe kell lehetőleg részesíteni a ditrói vállalkozókat. Ditró az elkövetkező időkben nagy lehetőségek előtt áll. Ezért előre gondolkodó tanácstestületre van szükség. Ismerve Ditró gazdaság erejét, mindezen célkitűzések megvalósításához szükség lesz a saját erőforrások jó kihasználása mellett a megyei tanács adta támogatási lehetőségekre, kormányzási programokra, valamint az Európai Uniós pénzek lehívására. Versenyhelyzet alakult ki a települések között az uniós pénzek elnyerésére. Nem mindegy, hogyan kerül ki Ditró ebből a versenyből. Nyertese lesz, vagy olyan lehetőségek mennek el a település mellett, amelyek nem térnek vissza. Mindenre látok reális esélyt, hogy tanácstestülettel, megyei tanáccsal közösen megvalósítsuk mindazt, amit szeretnénk Ditró községben.
Épp ezért arra kérek mindenkit, hogy június 5-én járuljon az urnákhoz, és szavazzon az RMDSZ jelöltjeire. Szavazzon a megyei tanács listjára, és szavazzon az RMDSZ Detroit tanácsos listjára. Mindenkinek minden jót kívánok, Isten áldja!